Evangélium Szent Márk könyvéből. János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az Isten evangéliumát, és mondta, beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Amikor Jézus a galileai tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére András halászok lévén épp a hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik, gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket. Rögtön otthagyták hálójukat, és követték. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkán. Őket is mindjárt meghívta, erre otthagyták apjukat Zebedeust, halász legényeivel a bárkában, és a nyomába szegődtek. Ezek az evangélium igéi. Amikor szemléljük a mai evangéliumot, egyrészt látjuk Jézusnak az üzenetét, amely már minden bizonnyal akkor is aktuális volt, amikor 2000 évvel ezelőtt elhangzott, és újra és újra ma is el kell mondanunk ezt a nagy mondatot, melyet mond Jézus, hogy beteljesedett az idő, hogy itt van az idő a megtérésre, mert közel van az Isten országa. Talán ismerjük jól azt a másik evangéliumi részletet, amikor Jézus pedig arról beszél, hogy Isten országa köztünk és bennünk van. Tegyük fel tehát magunkban a kérdést, én úgy élek? Én úgy viselkedem a mindennapok legapróbb részleteiben? A cselekedeteim, a gesztusaim ezt sugallják, hogy a szívemben ott van az Isten országa? Vagyis amikor élem a mindennapjaimat, akkor elviszem az embereknek, az Isten országának az örömhírét, az evangéliumnak a szeretetét, vagy esetleg egy egészen más üzenetet közvetítek embertársaim felé. A másik dolog pedig, amit kiemelhetünk a mai evangéliumból, az az első tanítványoknak, az apostoloknak a meghívás története. Rácsodálkozunk itt is és más részeknél is, arra a végtelenül nagy egyszerűségre, ami ezekben a leírásokban ott van. Igazából nem történik más, mint hogy éppen dolgoznak, éppen tevékenykednek, halásznak ezek az emberek. Jézus megpillantja őket, Jézus szól nekik, ő pedig mindent otthagyva követik. Föltesszük a kérdést, valóban ennyire egyszerű ez? Életünk szinte egész folyama arról szól, hogy újra és újra jó keresztényként föltesszük azt a nagy kérdést, hogy a helyes úton haladunk-e? Hogy Jézust követjük-e? Hogy jó-e az az út, amin járunk? Jó keresztények vagyunk-e? Újra és újra fölteszi az emberiség ezt a kérdést. Hans Urs von Balthasar, a nagy teológus, azt mondja, hogy nem is az a kérdés, hogy ki a jó keresztény, hogy ki az igazi keresztény. Hanem azt mondja ez a nagy teológus Balthasar, hogy sokkal inkább az a kérdés az én életemben személyesen, hogy Isten felé haladok-e, vagy Istentől eltávolodok-e. Mi életemnek az iránya? Ez a kérdés. Az apostolok, hogy előtte milyen irányba haladtak, azt nem tudjuk. Arról nem számol be a Szentírás. De az biztos, hogy onnantól fogva, hogy meghallották Jézusnak a hívó szavát, kövessetek engem, életük iránya egy felé nézett. Jézus Krisztust követték. És itt értjük meg igazából a mai evangéliumnak az üzenetét. Vagyis először is tegyük fel a kérdést, életemnek ki az iránya? Jézust követem? Ahogyan a lelkiírók néha megfogalmazzák, látom az én mesteremnek a hátát? Mert hogyha valakit követek, akkor mindig ő kell, hogy elől menjen, és én csak utána ballagok, szegény bűnös emberként. De sokszor örömmel, mert tudom, hogy Jézus mutatja azt az utat, amely felé nekem haladni kell. Jézus az üdvösségre,
az üdvösség bevezet bennünket. Az Isten országa közel van, ezt hallottuk a mai evangéliumban, és hát minden embernek ez a legfőbb vágya, a nagy célunk, hogy amikor majd véget ér ez a földi zarándokút, akkor ott lehessünk az Isten országába. Jézus elvezet bennünket, hogyha életünk irányát felé tereljük. Adja meg az Úr azt a kegyelmet, és azért imádkozzunk a mai napon, hogy minden léptünk Jézus lábnyomába tudjon lépni. Ő járjon elől, mi pedig utána, de életünk iránya egyre jobban az Isten országa felé közeledjék. Amen.